Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. A mai napon pedig az 500. darabját fogom nektek bemutatni. Amikor a legutóbb beszerzett nagyobb mennyiségű könyvet vittem fel a MOL-ra, realizáltam, hogy már csak egyetlen egy darabra vagyok attól, hogy teljesen, egészen, pontosan 1500 könyvem legyen. Természetesen ez így nem maradhatott, ezért kitaláltam, hogy kereső akcióba fogok, hogy megtaláljam azt a könyvet, ami erre a címre méltó lesz. Többnapos keresgélés, természetesen sikertelen keresgélés után végül eszembe jutott, hogy nem is olyan régen volt egy könyv, ami a megjelenésekor megfogott, de valamiért akkor nem szereztem be. És milyen jól tettem! De nem is húzom tovább az időt, hanem bemutatom nektek könyvespolcom 500. lakóját, ami nem más, mint Sarah Pennertől a méregkeverő patikárius. Ez a csodaszép kis könyv a Centrál kiadó gondozásában jelent meg még 2021-ben, és már akkor is nagyon érdekelt. Nagyon testhezállónak tartottam, ugyanis jó magam is gyógyszerészként végeztem az egyetemen. És ugyan nem patikárius vagyok, mert nem patikában helyezkedtem el a diploma után, de a méregkeverő nevet is nagyon sokszor megkaptam, mind az egyetem alatt, mind azóta, akárhányszor elmondtam magamról ezt a kis fun fact-et, hogy én gyógyszerész vagyok. A főszöveg szerint, illetve a molyos címkék szerint, mire számíthatok ettől a könyvtől, váltott szemszögű, legalább két szálon futó történetet kell elképzelni, amelyek közül az egyik a 18. századi Londonban, a másik pedig napjaink Londonjában játszódik. A 18. századi vonalon természetesen megjelenik egy titkos kis patika, és ez a méregkeverő patikárius, ez a titokzatos személy, akinek a története összefonódik napjaink Caroline Parsevellével, mindez a mágikus realizmus köntösébe ágyazva. Érdekes. Igen, érdekes. Milyen érzés 500 könyv birtokosának lenni? Elsőre azt mondanám, hogy rettenetesen furcsa, mivel ha arra gondolok, hogy állok a könyvespolcom előtt és nézem ezt a szép kis gyűjteményt, ha tippen nem kellene, nem mondanám meg, hogy nekem 500 könyvem van. Nem mondanék ekkora számot, ha tippelnem kellene. Egyáltalán nem. Még talán a felét sem. Na jó. De a felét igen. És ha már könyvtár, patikus, rendszerek, akkor egy kicsit beszélnék arról, hogy hol és hogyan is tárolom én ezt a mennyiségű könyvet. Ahogy látjátok itt mögöttem, ez egy elég nagy polcnak a kis darabkája. Egy sarokpolcról van szó tulajdonképpen, amely a könyveimnek a jelentős részét el tudja nyelni. Ezen kívül egyetlen egy kisebb polcom van még, amelyre a harmadik birodalom témájú könyveket szeparáltam teljesen külön. Megvan ennek is az oka, hogy azok a könyvek miért kerültek teljesen külön az összes többitől. Részben azért, mert nem tudtam őket úgy elhelyezni, hogy tökéletesen elkülönüljenek, így viszont igen. Másrészt az egy annyira speciális téma, annyira eltér az összes többi könyvtől, amit olvasok, hogy jobbnak láttam, ha teljesen kiemelem a többi közül. A könyvtár többi lakóját pedig egy valódi könyvtárhoz hasonlóan műfajok szerint szedtem szét, és a csoportokon belül az írók neve szerinti betűrendet tartok. Természetesen a sorozatok egy-egy blokkban vannak, ezeket nem szedtem szét. Sőt, ha a sorozatot épp úgy sikerülne elhelyezni, hogy a könyvespolcnak a vége megtörné a sorozatot, akkor igyekszem inkább másképp mozdítani, másképp elhelyezni a könyveket, hogy lehetőleg ezek ténylegesen egy blokkban álljanak. Nem mindig sikerül. A gyógyszerész könyvespolcán tehát alapvetően rend van.
Meg is van néhány kivétel, ugyanis az elmúlt néhány hónapban szereztem be olyan könyveket, amelyek még nem kerültek be a sorba, mert sorozat többedik darabja, vagy tényleg teljesen más, és bármelyik is legyen, az elhelyezéssel gyakorlatilag a teljes rendszert meg kell mozdítanom, és erre még nem volt érkezésem. Nagyon régen nem. Ezen kívül a közelmúltban megszerzett könyvheti szerzemények és egyéb recenziós példányok még mellettem a polc különböző részein, vízszínben helyezkednek el. Ezeknek már egyáltalán nem találtam helyet. Azt hiszem, hogy könyves polcot kell vennem. Ezen kívül kivételt képez még a Stephen King gyűjtemény. Az említett írónak minden magyarul megjelent könyvét sikerült megszereznem, és ez a sarokpolc egy különleges pontján, konkrétan a sarokelemben kapott helyet. Amikor megláttam ezt a polcot, és betettük a helyére a költözéskor, rögtön az volt az első gondolatom, hogy ez az a hely, ahova ennek a gyűjteménynek kerülni kell. Ezt erre találták ki. Ezt azóta is tartom. Itt is van egy kis kivétel a rendszerben, ugyanis itt megjelenési sorrendben helyeztem el a könyveket, és kivétel a kivételben a Sötét Torony sorozat teljesen külön van. Mennyit olvastam el ezekből? Ebből az 500 könyvből? Nem eleget. A mai rendszere szerint egy kicsit több, mint a felét sikerült már elolvasnom. 53 vagy 54%-on állok éppen. Nem rossz. De nem is jó. Ha az ember könyvtárba jár, az ugyanaz olvasott könyvek számát jelentősen meg tudja növelni, de ezt a százalékot egyáltalán nem mozdítja meg. Nem bánom. Tulajdonképpen az a célom, hogy mindig legyen a polcomon olvasatlan könyv. Hol szeretnék megállni a könyvvásárlással? Nem tudom. Mindenképpen valami szép, nagy kerek szemnél, de még nem most. És egyelőre Halvány Lila segít, fogalmam sincs arról, hogy mi lesz majd ez a végleges szem. Egyelőre ott tartok, hogy amit megszereztem, azt meg is tartom, akkor is, hogyha nagyon jól tudom, hogy nagy valószínűséggel soha többet nem fogom a kezembe venni. Egyelőre nem volt arra szükség, hogy azokat, amelyek ennyire nem tetszenek, vagy nagyon régiek, és már nem az én koromhoz illenek, azokat eladjam. Nem szeretném, ragaszkodom hozzájuk. De lehet, hogy egyszer el fog jönni az a pont, amikor már olyan szintű lesz a helyhiány, hogy azoktól a könyvektől, amelyeket biztosan nem fogok soha többet a kezembe venni, azoktól meg kell válnom. Remélem, ez minél később lesz. Sok-e az 500 könyv? Mint minden, ez is elég relatív. Stephen Kingnek állítólag 16 ezer darabot számláló magánkönyvtára van, amelynek természetesen minden darabját olvasta. Ha ehhez a mércéhez mérem magam, akkor azt mondom, hogy ugyan már elenyésző az én kis magánkönyvtáramnak a darabszáma. De maradjunk a realitás talaján, és tekintsük Stephen Kinget egy extrém példának. A realitás talaján maradva azt mondanám, hogy igenis sok. Mi könyvmolyok szeretjük halmozni az élvezeteket, ha a könyvekről van szó. Mikorra fogom mindezt elolvasni? Elképzelésem sincs. Egy átlag könyvmolyt remekül jellemez az, hogy vég nélküli váró listát vagyunk képesek felállítani, amelyről, ha egy darabot kihúzunk, legalább kettő másik darab fog a helyére kerülni. Never ending story. Épp ezért azt sem tudom megmondani, hogy könyvespolcom 500. lakóját mikor fogom elolvasni. Szeretném még ebben az évben, ha már 2023 lett az az év, amikor ezt a szép számot sikerült elérni,
de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez sikerül. Minden esetre a következő videóban az augusztusi olvasmányokról és szerzeményekről lesz szó. Várlak titeket! Sziasztok!